Ezen a felvételen zenekarával játszik Farkas Mihály, ő az a zongoránál. Zenésztársai sem értik, hová tűnt. Annak ellenére, hogy filléres gondokkal küzdött, olyan embernek ismerték, akinek tervei vannak. Terveztünk egy új bandát, mert régen zenéltünk mi többféle zenekarban, Faxniban, MVF Quintet, Mukferi féle Quintettel. Farkas Mihályt november óta senki sem látta. A Bors adta hírül, hogy eltűnt. A lap azt írta, ismerősei szerint sok adósságot halmozott fel, és lakását is eladta. A HVG cikkéből azonban kiderült az is, hogy ő volt a többségi tulajdonosa az RC Invest nevű cégnek, amely egy másik cég, az SDA Informatikai ZRT többségi tulajdonosa. Ez mindkét cég székháza a 11. kerületben. Az SDA Informatika honlapja szerint 10 éve működik, és számítógépes fejlesztésekkel, adminisztrációs szoftverekkel foglalkoznak. A cégbírósági nyilvántartás szerint 2011 és 14 között folyamatosan több százmilliós bevételei voltak a cégnek, tavaly pedig egyetlen közbeszerzési pályázaton 728 millió forintot nyertek. Kerestük a cég ügyvezetőjét, aki a HVG cikke szerint jó ismerőse Farkas Mihálynak, korábban a lakását is megvette. Szerettük volna megtudni, hogyan lehet egy filléres gondokkal küzdő ember egy jól menő cégbirodalom tulajdonosa, de titkárnője szerint a vezérigazgató a héten elérhetetlen. Nem tudom, sajnos Adi nem tartózkodik az irodában, csak jövő héten lesz elérhető. Jelenleg külföldön tartózkodik. Külföldön tartózkodik. A 728 millió forintos pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztérium által felügyelt Edukáció Kft. Írta ki. Megkerestük a minisztériumot, de helyettük az edukáció jogutódja az oktatási hivatal válaszolt. Azt írták, az SDA Informatika minden feltételnek megfelelt, a tulajdonosok személyének vizsgálata pedig nem lehet bírálati szempont.